Izabella, te ugye most kontrollra jöttél, igen. Lázár doktornőhöz. Azt látom, hogy megfoghatom? Igen, igen, szabad, igen. Már kicsit lejjebb is figyelj csak, van. És azt tudjuk, hogy fiú vagy lány? Fiú. Ugye, megesküdtem volna rá, nekem is volt fiam, és akkor van az embernek ilyen labdahasa, ez ismerős. Igen. Ginevag bébi? Nem, vagyis, nem, Ginatrem. Ginatrem bébi, persze. Két gyereked van, ugye? Ő a második. Egy van ő már, második? Ő meg lesz most a második. Mert ezt Erikától hallottam, hogy egy két gyerekes kismamát igen. Várunk. És akkor az első is Ginatrem bébi. Igen. Ő mikor készült, hányban? Ő 15-ben született, tehát pont 3 éve, tegnap volt a szülinapja. És akkor már nem volt ugye Ginevag, amikor... Nem. Akkor nem. Tehát én 14-ben vettem föl évelején, meg 15-ben. Azt nem tudom, hogy a kettő közötti időszakban volt-e, de 14 elején és 15 elején vettem föl. És miért volt szükség arra, hogy megkapd ezt a vakcinát? Én azért jöttem a doktornőhöz, mert nagyon-nagyon sokszor volt hólyag és húgyúti gyulladásom, és ezt szerettem volna kikezelni. Régóta próbálkoztunk, nem jött össze a baba, és én igazából egy lombikra készültem, csak szerettem volna rendbe rakatni a dolgokat. Úgyhogy nekem az volt a célom, hogy minél kevesebb gyulladás legyen, vagy szüntessük meg, és akkor esetleg úgy a lombik. De aztán itt maradtam a doktornőnél, ő mondta, hogy szerintem még vágyak a lombikkal, és hogy próbálkozunk, és hogy egyéb úton így sikerült. Úgyhogy igen. A Ginevag Magyarországon már nem hozzáférhető, és nem kapható, és ugye akkor szűnt meg, hiszen valamikor gyógyszer volt ez a vakcina. A forgalmazása, amikor beléptünk az Európai Unióba, és ti nem tudtátok annak idején ez a bizonyos vakcina Kft. Letenni a megfelelő dokumentációt. Igen, hát nem rögtön azután, amikor beléptünk, 2012. március 19-én függesztették fel azonnali hatállyal, olyannyira, hogy akkor, amelyik patikában volt, azonnal be kellett szolgáltatni nekik, mintha valami nagy bajt csináltak volna, pedig semmi nagy bajt nem csináltak. És azóta se sikerült ezt megszüntetni, ezt a felfüggesztést. Van két gyereked, és igen. Én azt mondanám, hogy a Ginevag a harmadik gyereked. Mert én hogy, is mindig ezt mondtam. Mert hogy te annyi időt töltöttél vele vasárnap, hétköznap, ünnepnap, éjjel-nappal, amennyi időt az ember csak a gyerekeivel tölt. Ez így van. A Ginevag az én harmadik gyerekem. És most hogy éled meg, hogy nincs harmadik gyereked? Úgyhogy nincs. Úgyhogy nincs, de másfél év óta oltok a német ikertestvérével, a Ginatrennel, és már abból is vannak gyerekek. Milyen jó, hogy Újhelyi Karcsi bácsi annyira okos volt annak idején, hogy nem csak ugye a humán oltóanyaggyártó vállalatnak Gödöllőre adta el, hanem eladta a németeknek is. Igen, mert ha nem adta volna el, akkor nem lenne. És az elmúlt időszakban mióta a Ginatrennel oltasz, milyen eredményeid vannak? Van, most már nem azt mondom akkor, hogy Ginevag bébi, hanem Ginatrem bébi? Hát mondjuk így, hogy Ginatrem bébi, vagy laktobacillus bébi, mert akkor legyen már benne így, van igen. Mind a kettő. Van olyan, már két ikerpár, amelyik ennek a segítségével született. Mikor? Az egyik az ő tavaly ősszel, a másik januárba. Nem csak az országból, hanem még Angliából, meg Amerikából is jönnek ezért hozzám. Egy hányatott sorsú vakcinát, a Kossuth díjas Újhelyi Károly harmadik védőoltását mutatjuk be önöknek. A nők két dologért tesznek meg mindent. Az egyik, hogy legyen, a másik, hogy ne legyen gyermekük. Nos, a Ginevag az anyaság örömének átélésében segít méghozzá remek eredménnyel, ahogyan dr. Lázár Erika szülésznőgyógyász tapasztalatai is igazolják. Ez a film azért született, hogy felhívja a figyelmet, nem szabad veszni hagyni ezt a nemzeti kincset, amelynek törzsei ma még Magyarországon vannak. Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Köszönöm, jól vagyok, semmi gond, eddig minden rendben van. Nagyon örülök, az a jó, amikor ilyen jól van egy nagy terhes. Van egy új ultrahangom, amit még igen, nem látott a doktornő. Igen, ez a legfrissebb. Ez a két hete volt, 32 hetes ultrahang. Ja, most igen. Ez a 34. hét. Látom, hogy minden rendben van. Jöhet a következő stádium.
nem sokára már a szülés lesz. Igen. Ha valami problémája van, tudja, bármikor hívhat, éjszaka is. Akkor, ahogy megbeszéltük, hogy szülés után jövök vissza kontrollra. Igen. Az ugye 6 hét? Igen, szülés után 6 hét. Mert arról beszéltünk már, és utána akkor, hogyha minden rendben van, akkor szeretnénk még egy harmadik babát, nem tudom, doktornő, még. Hát nézd, ha a Jóisten segít, én is szeretnék még akkor dolgozni. Jó, rendben, tehát akkor még számíthatunk én a segítségére. Úgy érzem, hogy én nekem a Jóisten 90 éves koromig ad időt. Jó, akkor... Az még 8 év. Még akkor több is beleférne, de 3-mal beérnék. Úgyhogy majd találkozunk. Jó. Lázár Erika szülésznő gyógyász főorvos asszony 43 éve oltja a pácienseit ginevakkal. Erika, hány ginevak bébi született a te kezeid között, hogyha azt kérem, hogy számold össze? 3-4 ezer gyerek született biztosan az én kezeim között, akik ginevakot kaptak. Na de nyilván az országban több, hiszen én is ismerek olyan orvost, aki használta. Az országban több, mert 97-ben törzskönyvezve lett, és akkor az egész országban használták, és nagyon sokan ismerték, és nagyon sokan megkapták. Ha azokat is hozzászámítom, akkor biztosan legalább 20 ezer. Az már egy szép szám. Született egy könyv rólad, meg a ginevakról, hát most ne szépítsük, te vagy a főszereplője, én írtam, és ha megengeded, idézek méghozzá tőled két mondatot is, nem véletlenül. Tessék. Amikor 1969-ben elolvastam Újhelyi doktor közleményét, azt mondtam, ha a fele igaz annak, amit Újhelyi tanár úr leírt, akkor az emberiség elleni bűn nem alkalmazni a vakcinát. Azóta kiderült, hogy nem csak a fele igaz, hanem inkább a duplája. Akkor most foglald már össze ezek után, hogy mit tud a ginevak, tehát mi mindenre jó. Minden negyedik nő, vagy házaspár, vagy párkapcsolat meddő ma már. És nagyon nagy szám, amit mondtál. Nagyon nagy szám. Ezelőtt 30 évvel minden hatodik volt meddő. Most minden negyedik. Tehát akkor romlik a trend, rosszabb. Romlik, igen. Sajnos ez a helyzet. És ezeket a meddőségeket a legnagyobb részben nem lehet megszüntetni. A legközismertebb a lombik terápia, 20% az, amelyik sikeres. Az első 20 évben csináltam egy statisztikát az én általam létrehozott meddőség megszüntetéséből. 65% sikere volt. Most már azt hiszem még annál is jobb, mert... Tehát akkor túlszárnyaltad a lombik programot? Hát háromszorosan. Erika, melyik műsorban szerepelt nálatok? Erika az egészségügyi műsorsorozatomban, a Babaváróban. Minden pénteken jelentkezett délután 2-től 3-ig, és az Erika olyan sikeres volt, hogy ő maga se hitte volna. Tehát 2-től 3-ig volt a műsor, és 3-kor pedig fölment az ügyeletes szobába, és égtek a vonalak. Tehát onnantól kezdve valamikor 7-kor ment haza, és utána annyi vendég és annyi ember különféle helyekről, és nem csak az országból, hanem az országon kívüli területekről is, hát külföldről is telefonáltak, hogy hol van ez, hol lehet a doktornőt megtalálni, ki hol lehet beadatni, és hogy mikor találkozhatunk a doktornővel, hogy ő már nem is bírta egy szemébe ezt a munkát, hanem voltak olyan kollégák, akik mindebbe segítettek neki, nem lehetett beférni a rendelőjébe. Annyi időpont volt, hogy tényleg teltház volt a kis magárendelőjébe, nagyon-nagyon sokan voltak. Elmentél oda is, tehát meglátogattad a rendelőben? Én már egy barátságot kialakítottam akkor már vele, a mai napig tart a barátságunk, és el is mentem, hiszen a fiam nála született, ha nem is effektíve ott azon a magánrendelőbe, de ő vitte végig a terhességemet. Én is megkaptam a ginevakot. Ezt akartam kérdezni, igen. Hogy ginevakos voltál te is? Igen, és nem azért, mert nem tudtam volna teherbe esni, hanem nekem volt egy krónikus gyulladásom, és B3-as citológiám volt, tehát elég sok minden problémám volt ilyen gyulladás tekintetében,
amikor megkaptam a ginevapot, a férjemmel együtt, hirtelen nem értette a párom, vagy a férjem, hogy ő is még kapja, aztán megértette, hogy ugye ezt parallel kezelik, és utána hát, pedig... Hát, pimpongoztatok egymással. Így van, 2 hét után mondjuk teherbe estem. Mégis én is elmondhatom a ginevaknak a pozitív oldalát, de én azt gondolom, hogy azok a nők, akikkel én is forgattam, és beszélgettem, és lementem hozzájuk vidékre, mert esetleg azért nem tudtak feljönni, mert 6 gyerekük volt. Hát volt olyan hölgy, aki 19 év után esett teherbe, és már lemondtak arról, hogy legyen gyerekük. Szerintem a legszebb dolog, amiben segíthettünk, úgy gondolom a nézőknek, meg a hölgyeknek, és mondom, olyan fantasztikus eset is volt, hogy 46 évesen, 47 évesen már éppen akartak örökbe fogadni, amikor véletlenül meghallották, és ennek kapcsán felhívták az Erikát, hogy lehet bejutni, hát persze teltház volt nála, de valahogy sikerült, és akkor utána teherbe estek. És ezt úgy szájról szájra terjedt, és azt gondolom, hogy nagyon jó visszajelzéseink voltak folyamatosan. A meddőség kezelése mellett mindenféle krónikus gyulladásra is jó a ginevak, ahogyan Lázár doktornő fogalmaz. Gyomorfekély, vastagbélgyulladás, hüvelygyulladás és egy izgalmas hír. Lehet, hogy a HPV vírus ellen is bevethető. Jó napot kívánok! Szervusz, én Békirágy Györgyi vagyok. Szervusz, Karácsony Néca. Itt egy dokumentumfilmet forgatunk a ginevakról és Lázár doktornőről. Kérdezhetlek? Természetesen. És válaszolsz is. Így van. Rendben. Most a rendelőben vagyunk, tehát te most a rendelésre jöttél, mi a baj? Néhány napja fáj az alhasam, és ezért kerestem meg Erikát. Nem most vagy itt először, mert olyan magabiztosan jöttél be, hogy gondolom, hogy jártál már itt. Évek óta, körülbelül 10 éve járok Erikához. Nekem HPV-t állapítottak meg, de nem Erika, egészen máshova jártam akkor még. És mikor megtudtam, hogy... Megijedtél? Nagyon. Nagyon. Mikor megtudtam, hogy Erika nőgyógyász, kiderült számomra, akkor én bizalmasan megkérdeztem tőle, hogy mi a véleménye erről, hogy a HPV miatt engem műteni akarnak. És hát megdöbbent Erika, és rögtön mondta, hogy szerinte meg lehetne próbálkozni mással. És ő a ginevakot javasolta nekem. P3-as volt a citológiám, és az első sorozatot megkaptam. Azt követően P2-es lett a citológiám, aztán egy fél év múlva újra kaptam egy sorozatot, és csodák csodájára P1-es lett, ami soha nem volt azóta, hogy a 2 gyerekemet megszültem. Tehát P1-esig ment most vissza. Most hallom tőled először, hogy a ginevak még a HPV vírussal is el tud bánni. Szervusz, Icukám, mi újság? Szervusz, Erika! Hát újra itt vagyok nálad. Néhány napja érzem az alhasamat. Elkezdett fájni. Hát Icukám, van egy kis gyulladásod, úgyhogy megismételjük a vakcinálást. Ebben már benne van a vakcina. Érezted a szúrást? Nem. Most érzek egy kis csípést. Na most megy be a folyadék. Azt nem tudom elzárni, de azt, hogy a szúrást ne érezzed, azt, ez az én specialitásom. Ács Nándor szerepelt a Ginevak tündöklése és bukása című könyvben, és hogyha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, akkor te azon kevés professzorok közé tartoztál, akik tulajdonképpen azt mondták, hogy ez egy jó készítmény. Tehát akkor hadd fogalmazzak úgy, hogy kiálltál mellette. Igen, én mindenképpen szerettem volna azt elkerülni, hogy egy ilyen lehetőség, egy ilyen gyógyszerfejlesztés, ami egy magyar fejlesztés, egy magyar találmány, nevezzük így, az végül is kukába kerüljön, csak azért, mert nem futtatták végig a klinikai vizsgálatokat a mai standardek szerint. Ugye én magát, a ginevakot nagyon-nagyon rég ismertem meg, akkor engem ez elkezdett érdekelni, ez a dolog. Elolvastam, hogy milyen eredmény. Mikor ismerted meg? Nem tudom, az a baj, nem akarok butaságot mondani tévszámokban, de mondjuk éve, nem, hát ez körülbelül a 90-es évek vége. Mindenesetre kifejezetten elkezdett érdekelni ez a lehetőség. Elolvastam azokat az adatokat, amik rendelkezésre álltak, azokat a vizsgálatokat, illetve beszéltem azokkal a kollégákkal, akik ezt használták. Hát ez elsősorban, ez nem nagy titok, ugye a nőgyógyászati belkekben, ez a Lázár Erika doktornő. Igen. És én Erikát megkerestem ez ügyben,
kikértem a tapasztalatait, kikértem a tanácsait, és utána én is elkezdtem a ginevakot használni. Te mire használtad? Mert ugye többféle felhasználási területe van ennek a vakcinának. Amiben nekem saját tapasztalatom volt a ginevakkal, azok az állandóan visszatérő, nagyon nehezen kikezelhető hüvei fertőzések voltak. Ugye ez tulajdonképp a betegnek is a réme, de hozzáteszem az orvosnak a réme, a nőgyógyásznak a réme is. Amikor valakinek van egy ilyen hüvelygyulladása, hüvelyfolyása, ezzel szoktak jelentkezni a betegek megfelelő hozzátársuló panaszokkal, és gyakorlatilag veszünk kenetet, megnézzük, kikezeljük, és akkor kicsit jobban van a beteg néhány hétig, szerencsés esetben egy-két hónapig, aztán újra jön és újra visszatértek a panaszai. Ezek a krónikus, nagyon-nagyon nehezen kikezelhető, vagy a hagyományos módszerekkel nem is nagyon kikezelhető állandó hüvelygyulladások. Erre olyan szerrel, ami bizonyította hatékony lenne, nem rendelkezünk. És én úgy gondolkoztam, hogy ha itt van ez a ginevak, én ezt miért ne próbáljam ki ezekben az esetekben? És adtam, és kifejezetten... Mit tapasztaltál? Hát nagyon-nagyon jó tapasztalatok voltak. Tehát ezek a hölgyek utána áldották a ginevakot, vagy esetleg azt az orvost, aki erre gondolt, hogy a ginevakot használni lehetne, nagy arányban nagyon jól gyógyultak. Ne felejtsük el, hogy abban az időben a ginevak gyógyszer volt. Tehát megvolt a minősítése az Országos Gyógyszerészeti Intézettől, és azt, hogy a meddőnők esetében, vagy hogy idézőjelbe téve gyerekcsináló vakcinaként hogyan működik, arról nincsen tapasztalatod. Saját tapasztalatom nincsen, de nagyon-nagyon érdekesek azok a tapasztalatok, amiket ugye Borsod megyében annak idején az egész ginevak kezelés kiindulásakor szereztek Lázár doktornőjék, illetve hát ami az Erikának, Lázár doktornőnek azóta is az életpályája során felgyűlt nagyon nagy mennyiségű ginevakos tapasztalat, azokban a meddőségi esetekben, azoknál a meddő pároknál, ahol felmerül, hogy a méhnyaknak egy bizonyos fertőzése, egy bizonyos állandó gyulladása akadályozná meg a teherbeesést. Nagyon érdekes, nagyon remélem, hogy ebben is valóban hatékony a gyógyszer. Én nekem ebben személyes tapasztalatom nincsen. Érdem beszélgetünk Babos Karinával és a kisfiával, Illéssel. Ugye 2,5 éves, azt mondtad, Karina? Igen, 2,5 éves. Na most ő vajon ginevak bébi, vagy nem ginevak bébi? Tudjuk erre a választ, vagy pedig bizonytalan vagy? Ez jó kérdés, is. Is. Na, én... akkor halljuk a történetet. Megkaptuk a ginevak injekciót, de igazság szerint, amikor a doktornőhöz először elmentünk, ugye Lázár Erikához. A Lázár doktornőhöz, igen, amikor először elmentünk, ő vizsgálattal kezdi, és rögtön az első vizsgálatnál kitapintott egy olyan fájdalmas pontot, amit azelőtt egyik orvos sem vett észre soha, és ő azt mondta, hogy szerinte nekem endometriózisom van. Illés is beleszól a dologba. Igen. Igen. És elküldött egy olyan orvoshoz, akinek ez a szakterülete, Ács Nándorhoz, aki kikérdezte a tüneteket, és mondta, hogy az endometriózist azt laparoszkópos műtéttel lehet diagnosztizálni, de már akkor 3 évvel nagyon szerettünk volna a babát, úgyhogy hát ha nehezen is, de rászántam magam a műtétre, és beigazolódott, hogy endometriózisom lett, de előtte megkaptuk a ginevak injekciót. Te is, meg a férjem is. Én is, és a férjem is, és mondta is a doktornő, hogy ez azért is jó, mert ugye a rejtetgyulladásokat megszüntet, és ha esetleg valami rejtetgyulladásom is lenne. A műtét volt április 15-én, és utána egy hónapig, kávé picike, egy hónapig nem lehetett együttlét, és utána júliusban viszont, tehát a második hónap, rákövetkező második hónapban megfogant. Tehát akkor ugye a 3 év várakozás, meg mondjuk azt, hogy küzdelem után, a műtét után villámgyorsan. Egyből. Összejött ez a gyönyörűséges fiatalember. Igen, szinte azonnal. Azért a 3 év alatt gyakorlatilag most már minden ismeretségi, vagy az ismeretségi körülben már mindenhol a második babák potyogtak, nekünk meg még ugye nem volt, és nem tudtam ugye, hogy mi a bajom. Hogy én előzőleg hány hiper-szuper felszerelt orvosi rendelőben jártam, és mindenhol azt mondták, hogy nincs semmi bajom, és endometriózisom sincsen, kifejezetten ezt is mondták, mert kérdeztem, és a doktornő pedig az első vizsgálaton kitapintotta. Nekem a nagy felismerésem, hogy a koraszüléseket meg lehet felezni, vagy ennek a hatására még annál is kisebb százalékban van koraszülés. Tehát ez azt jelenti, hogy például Kazincbarcikán, ahol ti ezzel kísérleteztetek, az akkori Országos Közegészségügyi Intézet felhatalmazásával, vagy beleegyezésével, ugye terheseknek is adtátok a ginevakot. Terheseknek is adtuk a ginevakot, és
előtte 14% volt Kazincbarcikán a koraszülési arányszám, a végén azok, akik kaptak vakcinát, azoknál 7% volt. És akkor most jöjjön a negyedik, mert akkor most már 4 pontnál tartunk, ugye, hogy a férfiak esetében is hatásos. A férfiak esetében a prostata gyulladással kapcsolatban az a hír van, hogy kétféle férfi van 50 éves kora után, akinek már van prostata problémája, meg akinek lesz. Tehát olyan férfi nincsen, akinek nem lesz. És a prostata gyulladást sem tudják meggyógyítani, csak kezelni. És én most olyan dolgot csináltam, hogy egy 30 éve szenvedő férfit meggyógyítottam. 18. A ginevakkal? A ginatrennel, a német ikertestvérével. 18 oltást adtam neki, amikorra azt mondta, hogy most már teljesen jól van. Amikor mi elhatároztuk a párommal, hogy gyermeket szeretnénk, nem úgy vágtunk bele a dolgokba, mint általában 100 emberből 99, hogy legyen gyermekünk, hanem felkerestük a nőgyógyászomat, és megkértük Erika nénit, hogy segítsen nekünk ebbe. Én nem szerettem volna vetéléseket, bármi nemű problémát. Tehát biztosra akartál. Teljesen biztosra szerettem volna menni, igen, hogy minden rendben lesz a fogantatással. Kezdtük egy alapos vérvétellel, ahol már is kiderült, hogy két hormonom sem működik úgy, ahogy kellene, és kaptunk 2 ginevak kúrát Erika nénitől, ez több szempontból is jó volt, rendbe tette ugye teljesen az immunrendszerünket, mind a kettőnknek, elmondhatjuk, hogy utána nagyon sokáig betegek se voltunk, és ugye ez kihatással van a férfiaknak a prostatájára is, tehát külön örültem, hogy a párom is belement abba az 2x5 injekcióba, ami ezzel jár, de ennyi fájdalmat azért vállaljanak a férfiak is a gyermekvállalásért. És ezután a hormonrendszeremet pillanatok alatt helyre rakta Erika néni 1-2 gyógyszerrel, és elmondhatom, hogy a második próbálkozásra összejött a kislányunk. Tehát akkor nagyon gyorsan teherbe estem. Nagyon gyorsan teherbe estem. Tényleg annyira tervezett volt, amennyire csak lehetett, és így sikerült az első fogantatás. A második gyereknél egyből vérvétel, kiderült, hogy ott már csak egy hormonom nem stimmel, arra megkaptam a gyógyszereket, és szintén ott elsőre összejött Levente. Úgyhogy... Leventével most jöttetek meg. Levente, igen, másfél éves. Erzsite, hogyan ismerkedtél meg Erikával? Erika néni az édesanyám barátnője lett. Én szeretem, ha egy nő a nőgyógyászom. Vele sokkal nyíltabban tudok beszélni dolgokról. Nekem nagyon tetszett, hogy ő úgy fogadja a pácienseit, hogy nem csak te gyere el, Böbike, hanem hozd magaddal a párodat, mert igenis ő is ott van, ahol, amiről most szó van. Teljesen együtt kezel bennünket, hogyha bármilyen probléma van, szerencsére én most már csak rákszűrésre megyek hozzá. Mindkét terhességemet ő kísérte végig, én nem szerettem volna más nőgyógyászt választani. A 36. hétig ő követte a terhességemet, és én nekem ez volt a megnyugtató. A ginevakot gyártó egykori Sajó Galgóci üzem ma már csak egy üres épület fallal körülvéve. Bartos Tamás, az egykori Vakcina Kft. Mai többségi tulajdonosa mutatta az utat, de nem állt a kamera elé. Nem mondhatom önöket azzal, hogyan került a cég élére 2017-ben egy cseh focista meg egy svájci ügyvéd. A lényeg, az eredeti újhelyi féle törzseket a Debreceni Egyetemen őrzik. 2018 végén, 2019 elején ott tartunk, hogy a többségi tulajdonos az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül felajánlotta a vakcinát a magyar államnak. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy nekem kellene erről bármiféle nyilatkozatot tennem, vagy bármiféle döntést hozhatnék én ebben, de borzasztó nagy kár lenne, és borzasztó nagy öngól lenne, hogyha ez a vakcina kikerülne Magyarországról. Ha jól tudom, Svájc felé szeretnék elvinni adott esetben a további gyártást, bár hivatalos információ nyilván nincsenek a kérdésről. Tehát, hogyha lehetne egy olyan opció,
hogy ezt a magyar többségi tulajdonos, a magyar államnak, ami nehezen megfogható, tehát ott valamiféle meghatározott szervezetnek kellene felajánlani ezt a többségi tulajdont, és akkor az új törzskönyvesztetési eljárást így végigfuttatni Magyarországon, és ezek a vizsgálatok, amikről én mondhatom azt szinte, hogy meg vagyok győződve, vagy igazolnák egyébként a vakcinának a hatékonyságát, vagy nagyon erősen úgy gondolom, hogy igazolnák a vakcina hatékonyságát, ha ez így van, akkor egy csodálatos gyógyszer marad Magyarországon, és egy csodálatos terápiás lehetőség. Te jól ismered Lázár Erikát, hogyan vélekedsz az ő életútjáról, pályájáról? Az ő nehézségét az jelenti szerintem, illetve az jelentette, hogy ő nem egy nagy intézmény, egy egyetemi klinikának volt soha a munkatársa, és nem elsősorban nem tudományos aktivitást fejtett ki, hanem hihetetlen mennyiségű nőt kezelt, gondozott, és én megmondom őszintén, hogy nagyon sokszor ezeket a betegeimet ma is eljönnek hozzám, mint a professzorhoz, hogy oldja meg a dolgaikat, és akinek ilyen típusú panasza van, én el szoktam küldeni Erikához. És megbeszélem a betegekkel, hogy elküldöm Magyarország szerintem ezen a téren működő legjobb szakemberéhez. Ennek az egész történetnek, ami a Ginevakhoz kapcsolódik, ez tényleg egy hullámos út, és hát sajnos így a végére napjainkat írva hozzáteszem, hogy hát nem tudom másképp, tragikomédia lenne, ha nem sok százezer nőnek a bőrére menne a dolog, és sorsáról lenne szó. Én nekem semmi vágyam nincs egyéb, mint hogy ez a dolog, mivel egy csodálatos magyar találmányról van szó, egy méltatlanul elfeledett, és az első Kossuth-díjasok egyikét jegyzi, méltatlanul elfeledett professzor találmánya. Én szerintem bőven megérdemelni, hogy ez hungarikum lehessen Magyarországon, és nem csak azért, mert nagyon büszkék lehetünk rá, hanem mindenféle folyománya is, és a felfedezés hordereje miatt. Egyrészt a demográfiai problémáink, ami nem csak idehaza, hanem Európa szerte is minden civilizált társadalmat érintenek, ennek a megoldásában nagyon sokat segíthetne. És hogyha ezt meghallanák azok, akik tehetnek ezért, hogy felkarolják, és tényleg méltó helyére tegyék, mind a gyógyászatban, mind pedig presztízsében ezt a készítményt. Én nekem nem volna semmi más vágyam, csak ez.